rájöttem, hogy a polgármester úrhoz föl akarok menni, hogy én azonnali leállítást kérnék az aszfaltozásról, amit megkezdtek. Mondtam, hogy ha most én terrorista vagyok, akkor hívják a rendőrséget. Én a polgármester úrral akarok beszélni, minimum 50 milliós kár elhárítása kérésével, hogy ne legyen részese és tártestese. November 17-én marták föl a 2009-ben aszfaltozott 100%-os minőségi aszfalt. A két végén, a Zerge utcától a Zsigmond utca felé egy olyan 70-80 méteres szakaszt nem martak föl. Ott látszik élő egyenesbe, hogy milyen bűnt követtek el a november 17-i fölmarással. És az alsó végén a Vas Albert út, Havi együtt alsó vége, ott megint egy olyan 80-100 méteres szakaszt nem martak föl. Ott az a 100%-os minőségi aszfalt most is leledzik van, ami volt eredetileg az egész úton. Ennek az útnak a hegyfelőli oldalán ásták a vízvezeték gerinc árkát. Nem az árok, ahol az előző volt, hanem kín az útteste. Na most ezzel tulajdonképpen megint, nem akarom, hogy szakmailag ez hosszú dolog, de ez az egyik, akkor betöltötték, akkor, de úgy, hogy dózerral be, homokágy minden nélkül, egy szakmailag ellenőrzés nélkül, és akkor betöltötték, roppant, töltöttek, utána fölmarták az aszfaltot, utána munkagéppel leszettek 50 centit a töltésből, hoztak ilyen köveket, rátöltöttek, rábetonoztak. De az árakban ott volt a sár, és a fölmart Havihegyi útra a gépek, hogy markolták föl a markológép a sarat, összesározták az egész utat, és most egy kb. Ilyen réteg sárra odafagyott porra aszfaltoznak most rá. Tehát ez a problémája? Ez a problém. Végül is lejött, mert azt mondták, a titkárnője mindenkit, olyan volt futás menés egy fél órán köröztül, menjek a francba, időt kérjek, mond, nincs idő, ezt most kell leállítani, most, ebbe az órában. Na most addig az lejött a polgármester, fölül, leültetett, kávéval kínált, köszönöm, nem fogadom el, és elmondtam neki a történteket. És megköszönte, és azonnali intézkedést ígért a tettye forrása szerint.